A munkában mintegy 30 horgosi és ugyanannyi szabadkai labdarúgó vett részt. Egy a kettő ellen, vagy kettő az egy ellen, kettő a kettő ellen, meg most gyakoroljuk a dekázásokat. A csapat szellem építése mellett sok minden másra is nagyon jó a közös táborozás. Először is a mozgáskoordináció fejlesztésére, valamint, mint ahogy láthassuk, tulajdonképpen a technika fejlesztésére, ugyanis jobb lábbal, bal lábbal is csinálják a gyerekek a gyakorlatot, valamint, amit a gyakorlat elején látszódik, az ellenfél elleni helyezkedés, akár a jobb irányba, akár a bal irányba. A kisfocisták a technikai és taktikai gyakorlatok mellett a foci történelem legérdekesebb tudnivalóival is megismerkedhettek. A horgosi klub elnöke, Darko Veselinov elmondta, a gyerekek megtudták, mikor alakult az első klub, mikor volt az első mérkőzés, hogy nézett ki az első labda vagy az első cipő.